felújított bölcsöde átadó ünnepsége. Jó estét kívánok! Önök a Karcag Televízió napi hírműsorának a nagykunsági híradó különkiadását látják. 2022. október 31-én 18 óra 5 perckor. A terület és településfejlesztési operatív program bölcsődei férőhelyek kialakítása bővítése című felhíváshoz kapcsolódó TOP 1419 JN1 2019-0003 azonosító számú Varró utcai bölcsőde felújítása elnevezésű projekt átadó ünnepségén részt vett F. Kovács Sándor, miniszteri biztos, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere, dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter is. A megyei és városi intézményvezetőket, önkormányzati képviselőket, a dolgozókat Szepesi Tibor polgármester köszöntötte, majd egy Maggie Doyne idézettel folytatta. Ha egy kis bimbó mindent megkap, ami a növekedéséhez szükséges, virággá fejlődik. Elegendő szeretet, támogatás, táplálék és oktatás mellett a mi gyerekeink is virágozni fognak, írta Maggie Doyne. A pályázatban a teljesen felújított épületen belül a használaton kívüli harmadik pavilont is átalakították, korszerűsítették. Ezzel két új csoportszobát hoztak létre, így a projekt végére 22 új férőhelyel bővült a bölcsöde, amelyben akadálymentesítés és egyes szerkezeti elemek felújítása is megtörtént. A pályázat keretében megújuló energiaforrást alakítottak ki, így jelentősen csökkennek a fenntartói költségek. A beruházás során az épület teljes külső és belső felújítása valósult meg. Megújultak a csoportszobák, a fürdőhelyiségek, valamint a főzőkonyha is teljes felújításra került, beleértve minden konyhai eszközt, valamint az udvart és a kerítést is. A felújításon túl lehetőség volt a pályázatban arra is, hogy a bölcsődei eszközök, bútorok is megújuljanak. Így beszerzésre kerültek kültéri és beltéri játékok, bútorok, műszaki eszközök és függönyök is. Gyakorlatilag minden új ebben a bölcsödében. A felújítás menetének fontosabb adatai és dátumai. A generál kivitelező a Dola Generál Kft. A vezető műszaki ellenőr S. Nagy Károly. Az akkreditált közbeszerzési szakértő a Der Stender Kft. Az előzetes beszerzések, szerződések aláírása után a szerződéskötés és a munkaterület átadása 2022. január 11-én történt. A szerződés szerinti befejezési határidő a műszaki átadástól számított 13 hónap, tehát a munkaterület átadástól számított 13 hónap, vagyis 2023. február 11. És itt most engedjék meg, hogy megálljak egy pillanatra, hogy mindenki át tudja gondolni még egyszer, tehát 2023. február 11. Ma 2022. október 21-én ünnepélyes keretek között kerül sor az átadásra, úgy, hogy a kivitelezés vége 2022. október 10-én zárult. Vagyis pontosan 4 hónappal korábban, mint ahogyan azt a szerződés előírta. A költözés ideje október első hetére esett, a nyitás időpontja 2022. október 17, amely egyben a működési engedély véglegessé válásának dátuma is. És hogy miért volt fontos ez a gyors munkavégzés, azért arról is essen szó, hiszen Karcagváros önkormányzata mindig fontosnak tartotta azt, és fontosnak tartja mai napig, hogy az oktatási intézmények, az óvoda és a bölcsöde épületei megújuljanak, fejlődjenek, a gyermekek egy olyan szintéren tudjanak mindennapi tevékenységet végezni, amely a kor követelményeinek megfelelő. De a mai nappal átadjuk itt a Varró úton ezt a bölcsödét, ugyanakkor a város másik bölcsödéje, a Széchenyi Sugárúti bölcsöde, vagy leánykori nevén a Vasútúti bölcsöde,
bezárja kapuit, hiszen ott is egy újabb fejlesztés fog elkezdődni, várhatóan a jövő év elején, amely azt fogja jelenteni, hogy az épület, a jelenleg álló épület teljes egészében elbontásra kerül, és egy vadonat új négycsoportos bölcsöde fog várhatóan 2023 végén, 2024 elején az ottani bölcsödés csoportok rendelkezésére állni. Azért volt tehát ennyire fontos, hogy minél hamarabb tudjanak költözni ebbe az épületegységbe a gyermekek, hogy ott minél hamarabb tudjuk kezdeni ezeket a munkálatokat. És hát én nagyon köszönöm, hogy a kivitelező ebben, ahogyan hallották is, egy 4 hónappal korábbi határidőt vállalt. A pályázatban tehát a teljesen felújított épületen belül a használaton kívüli 3. pavilont is átalakítottuk és korszerűsítettük. Ezzel a beruházás során 2 új csoportszobát hoztunk létre, így a projekt végére 22 új férőhelye bővült a bölcsöde, melyben akadálymentesítés és egyes szerkezeti elemek felújítása is megtörtént. A pályázat keretében megújuló energiaforrást alakítottunk ki, így jelentősen csökkennek a fenntartói költségek. A projekt, ahogyan azt a benyújtáskor is vállaltuk, elérte célját, a fenntartható és minőségi foglalkoztatást, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését, mindezt a bölcsödei szolgáltatás fejlesztésével és az új férőhelyek kialakításával. Ahhoz, hogy a mai ünnepélyes nap bekövetkezhetett, nagyon sok ember munkája és segítsége kellett, akiknek majd külön-külön is szeretném megköszönni áldozatos munkájukat. A bölcsödei neveléssel veszi kezdetét az a hosszú oktatási folyamat, melyet a gyermek közösségben tölt. A családi kötelékek után új ismeretekre, barátságokra, játszótársakra, nevelőkre tesz szert a gyermek. Ezért a legtöbb család gyermek számára egyre inkább megnő az oktatási intézményben eltöltött idő jelentősége és az itt végzett munka minősége. F. Kovács Sándor miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője is mindenkit nagy szeretettel köszöntött a megújult és nagyon szép bölcsödében. Én ebbe a bölcsödébe sokat jártam már, ugyan mint nem gyermek, hanem szülő, hiszen mind a 3 fiam ebbe a bölcsödébe járt. És amikor bejöttünk ebbe a bölcsödébe, azt kellett mondani, hogy ez, és így is volt, hogy ez a bölcsöde rendben volt. Szép volt, tiszta volt, olyan volt, mint amilyennek én elképzeltem egy bölcsödét. Rendben volt ez a karcagi bölcsöde. De amikor még itt az átadás előtt sikerült megtekintenem a felújítási munkákat, ha nem mondták volna nekem, és nem tudtam volna, hogy a régi bölcsödét látom, akkor nem ismertem volna fel. Hiszen, mint egy vadonatúj 21. századi, igazából bölcsödének épült épület képét mutatta, minden modern volt, szép volt, a burkolatok, a falak, a nyílászárók, mind olyan volt, amilyennek most képzeli el az ember a bölcsödét. És sok minden megváltozott, hiszen ez a bölcsöde már nem az a bölcsöde, ami néhány esztendővel ezelőtt volt. De egyben biztos vagyok, hogy nem változott. Abban nem változott, hogy ugyanolyan szeretettel, odaadással és szakmai tudással fogadják az ideérkező gyermekeket, mint néhány esztendővel ezelőtt. Hiszen egy bölcsödének nagyon fontos a külseje, a belseje, a modernitása, de sokkal fontosabb az, hogy kik fogadják az ideérkező gyerekeket. Mert tudjuk azt, hogy ha egy királynak, vagy egy szerencsés embernek valami kincse van, akkor azt igyekszik a kincstárba tenni. És a kincstárnak az a lényege, hogy biztonságban legyen, hogy amikor nincs ott a gazda, akkor biztonságban tudja a legdrágább kincseit. És egy családnak mi lehet a legdrágább kincse? Hát természetesen a gyermek. És tudjuk azt, hogy egy pici gyermek, amikor megszületik és a családba kerül, akkor milyen pici gyámoltalan, napi 24 óra felügyeletet követel. És egy szülő olyan nehezen adja át más kezébe a gyermeket.
maximum egy nagyszülőjébe, maximum egy közeli rokonéba, vagy egy nagyon megbízható családtagéba. És nem bízza idegenre, nem adja oda az utcán senkinek a kezébe. És amikor ezt a legdrágább kincset mégis valakinek oda kell adni, akkor olyan helyre igyekszik vinni, ami olyan, mint egy kincstár. Ahol a legnagyobb biztonságban tudja a gyermekét. A legnagyobb biztonságot persze jelentheti az épület is, de a legnagyobb biztonságot az itt dolgozó, munkájukat legnagyobb szakmai szinten lévő bölcsődei dolgozók. A gondozók, a dadusok, a konyhások, a takarítók, mindenki, aki teljessé teszi ezt az intézményt. Én kívánom azt, hogy azok a karcagi és lehet, hogy környéki gyermekek, akik ide fognak járni, tele legyenek élménnyel, tele legyenek olyan élménnyel, amit majd később óvodás, iskolás korukban is úgy fognak emlegetni, hogy a bölcsődei gondozók, mint egy régi családtag. Úgyhogy nálunk is így van, és én bízom benne, hogy a következő generációk kicsi gyermekei elégedettek lesznek, és a szülők nyugodtan, nagy örömmel biztonságba tudhassák a gyerekeket. Karcagvárosnak pedig azt tudom mondani, hogy lehet gratulálni. Tehát egy olyan dologhoz gratulálni, amihez már megszoktunk, hogyha valamit épül, akkor az olyan, amilyennek lenni kell. Az olyannak épül, amilyennek mindenki elvárja. Olyannak épül, aki mindenkinek tetszik. És hát ez is egy csodálatos kezdeményezés volt, mert ennek a bölcsödének a színe közönségszavazással lett megválasztva. Én gratulálok polgármester úrnak, és meg kell állapítani, hogy szép bölcsődével gyarapodott egy olyan város, akinek a lakóinak jó ízlése van. Dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter beszédében arról szólt, hogy a mostani igazán ünnepélyes alkalom, hiszen Karcagváros életében mindig jeles nap az, amikor megújul egy intézmény. A városnak egy fontos intézménye itt a központban. Sokan közlekedünk erre, járunk erre, és hát látjuk azt, hogy itt láttuk eddig is, hogy milyen munkálatok folynak. És én örülök annak, hogy most ez a mű elkészült határidő előtt, belefért a költségvetési keretbe, és tényleg az itt dolgozó közössége, a szülők is elfogadták a kezdeményezést, a színeket, sőt azt is, hogy a gyerekeik nem itt voltak ugye jó pár hónapon keresztül elhelyezve. 550 millió forintos ez a beruházás, aminek köszönhetően a régi épületből csak a falak maradtak, teljesen megújult a bölcsöde, hát sokkal jobban néz ki, 21. századi szinten van, mint a korábbi, amely valamikor talán a 70-es, 80-as években épületet nekem is itt ide járt a kisebbik fiam, vagy ide hoztuk, hogyha ezt a kifejezést használhatom. Sőt, korábban, mint a település vezetője is folyamatos kapcsolatban voltam az intézmény vezetésével és az itt dolgozókkal. Egy olyan fontos intézményről van szó, amely a városi közéletnek is része, a karcagiságnak is része, és én örülök annak, hogy erre is figyelemmel a Karcagváros önkormányzata, Szepesi Tibor polgármester úrral az élen, egy olyan programot hajt most végre, amely a város bölcsöde hálózatának és óvoda hálózatának a megújítását célozza. Itt már több épületen elvégezték a szükséges munkákat, most itt előttünk van a következő lépcsőfok, és utána jön majd a Vasút utcai bölcsöde is. És lassanként így körbe is élnek ezek a dolgok, miközben a városban működő szolgáló egyházak is a saját intézményi beruházásaikat és fejlesztéseiket folyamatosan végzik. Ez azért fontos, mert a célunk az, valamennyien, akik Karcagon élünk és itt dolgozunk, hogy a város minél komfortosabb legyen, minél magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtson az itt élőknek, nekünk, családtagjainknak, az ideérkezőknek egyaránt. És látszik azt, hogy az iskolák, óvodák és bölcsödéknek a felújítása is ezt a törekvést erősíti, a középületek felújítása, újak létesítése is ebbe a sorba illeszkedik. Ezért is szeretném kiemelni a jelentőségét ennek a beruházásnak, amely a jövő generációról szól, munkahelyeket tart meg és teremt, és egyúttal a városképnek is egy fontos eleme. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy csatlakozik a kormányzat és az országgyűlés által elfogadott programokhoz, a területi operatív programhoz, a költségvetési lehetőségekhez, amelyekkel élni kell a városnak, élni kell a
kisebb és nagyobb településeknek egyaránt, és akkor tudjuk ugye ezeket a fejlesztéseket végigvinni. Ebben az esetben egy olyan konstrukció van, amihez még önerő sem kellett. Tehát az ilyen lehetőségekkel élni kell, és ezt a magyar kormány, élén Orbán Viktor miniszterelnök úrral biztosítja, a térség képviselője, F. Kovács Sándor pedig folyamatosan figyelemmel kíséri ezeket a dolgokat, figyelemmel kísérjük a lehetőségeket, és így lehet a vállalkozókkal, az intézmények vezetésével, az ott dolgozókkal, önkormányzattal, polgármesteri hivatalral és a különböző hatóságokkal együtt elérni olyan sikereket, mint ami a mostani. Németné Szilágyi Ilonak, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás bölcsőde intézményének intézményvezetője is szólt a megjelentekhez. Már nagyon vártuk ezt a napot, amikor a teljesen felújított 21. század követelményeinek megfelelő épületbe visszaköltözve megkezdhessük azt a színvonalas szakmai munkát, ami hozzájárul a bölcsödét igénybe vevő gyermekek érzelmi, értelmi és szociális fejlődéséhez. 2021. november 8-án a Varró úti bölcsöde 4 csoportja a Madarász Imre Egyesített Óvoda 2 tagintézményében kezdte meg idéglenes működését. 2 csoportunk a Táncsis 19-ben, 2 csoportunk a Takács Péter úti tagavodában fogadta a gyermekeket, és látta el a napközbeni gyermekfelügyeletet. Mindkét épületben kialakításra kerültek azok a feltételek, amelyek szükségesek voltak a bölcsődei nevelés-gondozás szakszerű ellátásához. Mindenki hamar alkalmazkodott az új helyzethez, környezethez. Mind a gyermekek, munkatársaim jól érezték magukat az új helyen, de vártuk, mikor költözhetünk vissza a felújított modern épületünkbe, a Varró úti bölcsődébe. 2022. október 17-ével elérkezett ez a nap is. Az újranyitás előtti hetekben megtöbbszöröződtek a feladatok, de mindenki örömmel kivette belőle a részét. Takarítottunk, bútorokat, játékokat pakoltunk és szereltünk, amiben a munkatársaimon kívül szülők is örömmel vettek részt, segítettek, hogy a gyermekek minél hamarabb birtokba vehessék a gyönyörű, megújult és felszerelt bölcsőde intézményét. 2022. október 17-én reggel már 6 csoportban fogadhatták a kisgyermekeket, akik először megszeppenve léptek be az új helyre, de nagyon rövid időn belül birtokba vették, belakták a csoportszobákat. A bölcsőde fejlesztésével és férőhely bővítésével az eddigi 56 helyett 84 fő kisgyermek elhelyezésére alkalmas, 4 csoport helyett 6 csoport van, ami 5 új munkahelyet is teremtett. Az intézményünkben járó kisdedeknek a család után a második szociális szintere a bölcsöde. Nagyon fontos, hogy az itt töltött idő alatt a gyermek korának, fejlettségi szintjének megfelelő, igényes környezetben, egyéni szükségleteit figyelembe véve szakszerű gondozás-nevelést kapjon. Bölcsödénkben ezek a feltételek biztosítottak. A szülők legnagyobb kincse a gyermek, megszépült környezetben, szakképzett kisgyermeknevelők felügyelete mellett, finom és egészséges ételek fogyasztásával tölthetik napjaikat. Én, mint intézményvezető, nagyon büszke vagyok arra, amiért ennek a projektnek a részese lehettem. Köszönöm mindenkinek a segítséget, támogatást, hogy ez a hatalmas beruházás létrejöhetett, megvalósulhatott, ezáltal városunk egy korszerű, felújított, minden igény kielégítő modern bölcsödével büszkélkedhet. A köszöntők után emléklapok átadására került sor azon személyek részére, akik hozzájárultak a bölcsődei projekt megvalósításához. Az emléklapokat Szepesi Tibor polgármester adta át. Der Stender Kft. Képviselője dr. Fülöp Gyula akkreditált közbeszerzőnek, a Jászlóki-Szolnok megyei területfejlesztési ügynökség képviselőjének, Karancsi Tamás projektmenedzsernek, a Dola Generál Kft. Képviselőjének, Labonczné Fekete Zsuzsanna generál kivitelezőnek, S. Nagy Károly generál műszaki ellenőrnek, Kósáné Bene Hajnalka gazdálkodási és kistérségi csoportvezető részére. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!